gyerekeimmel egy nagyon szép kis kertbe tévedtünk a mezőgazdasági kiállítás területén Budapesten. Ami föltűnő volt a másik standokhoz képest, hogy rendkívül kedves emberek fogadtak bennünket, nem kértek belépidíjat, sőt, vetőmagokat osztogattak, hogy azokat vessétek el, és fejlődjön a kertkultúrátok. Hát szerencsére ezek az emberek ma már a barátaim, és jó részükkel nagyon belsőséges a kapcsolat. Sajnos van, aki elment közülük. És azok, akik most Fülöp Jakabon, az önök szomszédai, ők mennyire kaptak rá a biogazdálkodásra, a biokertészkedésre, látva az ön példáját? Fülöp Jakabon volt egy nagyon lelkes asszonyka, Széchenyiné Erzsike, aki a kezdetén, amikor még Budapesten is csak egy ökológiai klub működött, a Központi Bioklub, részt vett ennek a munkájába, a elméleti munkába is részt vett, hisz az elején az ott lévő emberek kihozva a saját szakterületét egymást tanították, aztán ő szervezett egy biotanfolyamot, aminek hatására 136-an, ha jól emlékszem, levizsgáztak, és körülbelül 250-en személy hallgatott bele az egész tanfolyamba. Ebből aztán mintegy 20-an ott a környékbeliek közül megmaradtunk, aztán egy-két fiatal még csatlakozott ehhez a csapathoz, és a hajdani összesen körülbelül egy olyan 800-1000 kiló produktumhoz képest ma már én a két fiam családjával együtt körülbelül a heti 3 tonna zöldséget tudunk a budapesti ökopiacon eladni. Az érdeklődés milyen, növekszik, vagy pedig stagnál? Érdekes volt megfigyelni azt, hogy a kezdetén, amikor a biotanfolyamok elindultak, akkor inkább a gazdák voltak azok, akik részt vettek a tanfolyamon, vagy a tanfolyamokon. Mára ez már úgy alakult át, hogy például Kisteleken 40 főből 2-nek volt jelentősebb földterülete és 5-nek kiskertje, a többiek pedig úgymond városlakóként, tudatos fogyasztóként próbálták megismerni a táplálkozásuknak a mezőgazdasági hátterét. Most újabb szakasz következik be, úgy látszik, méghozzá társadalmi igényként jelentkezik meg egyes csoportoknál, főleg azoknál a fiataloknál, akik megunva a városi életnek a forgatagát, megpróbálnak tanyára vagy vidékre kiköltözni, hogy a tapasztalatokat nem maguknak kelljen megszerezni, ezért kérik, jönnek, hogy tartsunk biotanfolyamokat. Aztán szerencsére ehhez olyan ma már neves egyetemeken oktató tanárok is kapcsolódnak, akik elfűségből teljes mértékben támogatják az ökológiai gazdálkodásnak a ilyen irányú terjedését, és képezik a fiatalokat. Tehát elképzelhető, hogy jóval népszerűbb lesz, mint jelenleg, hiszen éppen nemrég jelent meg egy jelentés, miszerint világszinten a gazdagabb országoknak, mondjuk úgy, hogy a kiváltsága a biogazdálkodás. Akár Románia, akár Magyarország még viszonylag sereghajtó ebben a tekintetben. Mik az előrelátások? Egyre több a tudatos ember, aki tudomásul veszi azt, hogy a fönnálló gazdálkodási rendszer az sokáig nem tartható. Miért? Évezredek folyamán fölhalmozódott a talaj felső 30-40 cm-es rétegébe egy bizonyos mennyiségű humusz. Ezt a hatalmas idő alatt fölhalmozódott humusz réteget
durván Magyarországon is az 50 év alatt sikerült felére, harmadára lebontani, gyakorlatilag rabolni. Mert hogy az ott lévő energiát, azt ez alatt az 50 év alatt beleraktuk a táplálékba. Egy kérdés van, hogy ezután mi lesz? Ha nem kezdjük el a talajainkat gazdagítani, nem viszünk bele komposztot, érett szerves trágyát, nem pihentetjük, nem vetünk bele energiagyűjtő növényeket, akkor ha valamilyen zsákból kiveszünk valamit, az előbb-utóbb kiürül, és akkor mi fog történni? Nem lesz táplálék? Ja, hogy követtem a tevékenységét, nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon szívesen vesz részt előadásokon, gondolatait szívesen osztja meg a hallgatóságával, akik meghívják önt különböző helyszínekre. De mikor jut ideje gazdálkodni? Nagy levegőt veszek. Igazából, ha jó gazda, és a jó gazda gondosságával ott van, akkor nem biztos, hogy neki kell fogni a kapanyelet, hanem abban az esetben, hogyha energetikailag az a terület, ahol ő gazdálkodik, vagy a környezete, vagy netalán olyan szerencséje adódott, hogy az élőhelye közelébe a különböző vonalakhoz alkalmazkodva fordulnak a vadlivák és a darvak, ahol a rezgésszint a talajnak magasabb, sikerül olyan állapotba hozni a talaj élővilágát, hogy az teljes mértékben kiszolgálja a növényeket, növények kiszolgálják az embereket, akkor fölállítottunk egy táplálékláncot, és fönntartható a gazdálkodás. Az én szerepem már ma már csak annyi, hogy szerencsére vannak olyan segítőink, akik a fizikai részét megcsinálják, és marad a gazda szeme, hízlalja a jószágot. És ha valaki mondjuk itt most kedvet kapna ahhoz, hogy biokertészkedésbe vágjon, mi az első lépés, amit kell tennie? Leül a sarokba és keres magának egy hatalmas mennyiségű optimizmust, munkabírást, munkaszeretetet, megtervezi a saját gazdaságát, vagy megkér olyanokat, akiknek már ez a tapasztalatuk megvan, és neki fog, és amennyiben hajlandó lesz szolgálni a talaj élő lényeit, a növényeket, azok tiszta táplálékkal fogják meghálálni a munkáját, a tiszta tápláléktól fog kapni tiszta gondolatot, és innentől kezdve szinte biztosra veszem, hogy sikerülni fog neki.